például a 8-10 papis elvének eredményes, nagyszerű tanévet kívánkozó, számunkra Jóisten részére ígérkezett. Nagyon fontos ez a tanévkezdés. Tudjátok, hogy a jó olavetről a testvérről, ról legyünk test, mert az idén Hányi János hív van, és nem csak Székelyföldön, Csíkban, hanem egész Erdélyben. Hányi János ferences szerzetes volt, és hát egészen fiatal papként, tanárként 1661-ben megélte, hogy törökök betörtek Székelyföldre, 18 templomot összesítettek el Csíkszeredában, aki volt felégették a Mikóvárat, de az emberek, keresztények bemenekültek a Somlyói Szuzsanna lábához, hát akkor még várfal vette körül a templomot, ez egy gótikus templom volt, és bizony megostorolták a törökök, bevették az embereket, leölték, felnyitották a templomot, menekültek a ferences atyák, és négyen meg is haltak. Hát összesen 12 ferences volt akkoriban, úgyhogy az sem volt egy könnyebb világ. Károly János életben maradt. És leírja az életre az, hogy egy dologos Kázmérnek volt a növendéke, hogy Kázmérrel elindultak, gondolom Kázmérrel szépen prédikált. Károly János leírja az életében, olyan nap nem volt, ő ne koronát volt, ő kántor, énekel, nagyon sok könyvet is írt, mindent. És úgy el tudom képzelni, körbe járt az akkori felvidéket, ami a török időben megmaradt. És bizony az emberek adtak. És engem nem az lepett meg, hogy ők hordultak, hanem az, hogy azt írja az életrajz, hogy az első dolog, amit Somlyó építettek, az egy iskola. És utána jött a templom, és utána jött a kolostor, és az ő lakások, meg minden. 1661. októberében leégett minden, az akkori iskola, meg minden templom. És döbbenetesen nem maradt az a szép nagy fa, szűzanya szobor a templomban. Pedig az egész templom romokban volt. És ők újraépítették az iskolát. Igen. A másik ferences anya, aki szintén abban azon az években élt, Kelemen Didák, több iskolát is alapított Magyarországon, több száz iskolát alapított. Ő írta, hogy hát Szent István annak idején oda kellett volna írni, hogy minden 10 falu építse egy templomot, egy iskolát. Na de ha Szent István ezt nem csinálta meg, akkor legalább mi kezdjük el. Nehéz elképzelni, például ez a Károly János által épített iskola, ez volt az első iskola egész Székelyföldön. És ha valaki akart tanulni, elment olyan messzire. És Kelemen Didáknak is ugye azért írta ezt, mert ő bizony Halmásról, Kézdi Halmásról gyalogjárt Eszternekre is. Most a háromszéki gyerekeknek a tanévítót úgy szervezünk, Eszternek elmegy oda, abba a templomban visézni, ahol keresztelni. Hogy lássák, hogy régen egy gyerek mennyit fáradt azért, hogy iskolára tudjon menni, hogy tanulni tudjon. Nem voltak kötelezők, nem is nagyon kevesen járt az iskolára. Igen. Szent Antal. A tanuló ifjúság védő szent. Ezért is imádkozunk itt ebbe a templomba, hogy tényleg egy eredményes, szép tanévelet legyen. És miért olyan fontos tanulni? Olyan érdekes, hogy az Jézus Krisztus feltámadás után megy megmenetel elő. Többször beszélt az ő tanítványaival. És mindig azt mondta, hogy menjetek, és tanítsatok minden nép. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy menjetek, és mit tudom én, szaporítsatok, bor, én is kárnában megcsinálom.
csináljon, hozzatok segélyeket, karitás csoportokat építsatok el. Hanem egy dolgot, menjetek és tanítsatok minden népet. Mert úgy gondolom, és gondolom Jézus is ezt gondolta, a tudás az, ami többé tud tenni bennünket, ami erősebbé tud tenni bennünket, ami gazdagabbá tud tenni bennünket, ami békét tud teremteni a világban. A mai evangéliumban is olyan szépen mondja, hogy tornyot akarsz építeni, hát ülj le és egyszer gondolkozz. Te maga, tervezd meg, kér tanácsot, bölcs embereknek. Nézd meg anyagi szempontból is, kis könyvelést, ugye, közgazdásztat, nem árt tanulni. És akkor csak akkor ülj neki, hát akkoriban ilyen lakó tornyokban laktak az emberek. Tornyot építeni, házat építeni saját. Mert ha nem tudod megcsinálni, meg buta vagy, akkor mindenki rajta fog haszkodni. És mennyi más egyéb dologgal is így van. Sőt, érdekes, hogy abban az időben hát nagyon szerette nem csak a király hadakozni, hanem mindenki. A kapasoros világ volt akkoriban, rengeteg háború volt. Azt mondja, hát te mielőtt hadba indulnál, mielőtt valakivel kikezdesz, gondolkozz el, számolj meg, mennyi katonád van, mennyire értesz a hadviseléshez, és majd csak utána dönts. Tehát Jézus megint arról beszélt, ha valamihez nem értesz, ha valamit nem tudsz, hát akkor jobb, hogy a végét vetsz, és abban van az egész. Igen, tanulás. Egyenesen az első olvasmány végén ugye azt mondta a Szentírás, csak a bölcsesség által menekülhettek meg. És ha körülnézünk, nagyon sok kudarc pont azért van, mert valaki hát nem tanul, nem képezte magát. Én sokat járok a börtönökbe, fegyházakba is. Hát ugye ott voltunk Szegeden, és a parancsnok, a csillag börtön, hát ez egy nagyon nagy 1200 rabló benne, hát el lehet képzelni milyen nap. Ott fegyház, tehát ugye vannak a börtönök, amik az ilyen loptan, hazudtan, csaltan, ilyen típusú emberek vannak bent, és van a fegyház, ahol a gyilkosok, akik súlyos bűnöket követtek el, olyanok vannak. Na hát a szegedi csillag fegyházban az egy főre eső büntetés az 11-8 volt. Az egy főre eső elvégzett iskola nem ér el a 6 osztály. Tehát ebből világosan lehet látni, hogy hát, ha ezek a gyerekek annak idején többet jártak volna iskolában, nem álltak volna meg 5-6 osztálynál, akkor valószínűleg most a szegedi fegyházban sokkal kevesebb van benne. Hogy lehet kiszámolni a százalékot? Nyilván az egyik kislányszerű megbukott olyan két-hármas, azt mondja, babács, kapok egy ötöst, és akkor kijövök. Mondom, te ugye számtanul vagy munkásra állva. Így kiszámolta itt a médiádat. Igen, honnan tudtam? Hát, na hát, fegyel most így találtam. Igen, hát a 9-es kell ahhoz, hogy legyen volna egy ötös, nem? Na de hát, hogy hamar kiszámolta. Igen, tanulás. És megvan minden lehetőség. Miért ne élnék vele? Miért ne küzdeni? Ugye ahhoz, hogy egy szép lány feleségül vegyél, hogy megadálsz, nem elég csak virágot tudni neki, hanem talpra kell állni, küzdeni kell, eredményesen. És akkor miért lesz? Az, hogy boldogá tud tenni a családra, megint mi kell a kariszjának? Jézus Krisztus szerint biztos a tanulás. Képes formálóban, hogy az ember élete micsoda, anyám néve találkozik két kicsi sem, és akkor szépen megszületünk, elkezdünk totyogni, mogyogni, aztán megtanulunk szépen beszélni, járni, biciklizni, de minden arról szól, hogy tanul. Na hát, amikor ezt a kis falanak, ám, ez mamáé, aztán utána most már megtanultál szépen enni egyedül,
és így tovább. És biztos, hogy egy első osztályú gyereknek nézem, hogy mi mindent kell megtanulni, hogy kicsit meg is esett a szívem, hogy egy ilyen kis zsenge gyereknek ennyi mindent be akarnak gyúrni a két füle közé. És kell. És akkor jön a tanév végén, és megjárni, hogy a fiúskas felolvassa szépen az Isten igényét. És azt gondolom, hogy nem csak az enyém, az nem csak a tanítónéninek, hanem a szülőnek is a szíve örömmel dobban, és egész biztos a fiúcska is kihúzza magát, bingo, össze. Elolvasta, telefon a templom, tanítónéninket, tanítóbácsikkal, és mégis el tudtam olvasni. Miért? Mert nem tanultam. Tanulás. Várj, megvan-e bennem ez a szomjúság, éjség a tanulás? Mert azt gondolom, a szegény tanárok megterítik az asztalt, hogy édesanyja oda az az ünnepi ebédet, és arra váltak, hogy nyami-nyami minden elfogul. És akkor másnap újra terítik. Édesanyának mennyire fáj, hogy turkálsz a tányéron, hogy nem kell, nem szeretem. Én azt mondom, nagyon szomorúan az édesanyja. És ugyanezt gondolom a tanár is, aki megteríti neked azt a házi számtanulmát, azt a fizika órát. Annyira szomorú és, hogy mondjam, döbbenetesen, múltkor is ugye annyi jó előadás van, és ez most a felnőtteknek szól. YouTube-on, mint tudom, atomfizikát, csillagászat, minden, és beírja a keresőbe az ember, megnézni 2000. És beírja azt, hogy hát ilyen a járása, meg a mozgása, meg ilyen, na, az 38 millió ember nézte. Most gondolkozzunk, hogy felnőttek el azon, hogy a gyerek nem látja azt, hogy esténként kezembe veszek egy könyvet olvasni. Vajon ő vágyik-e arra, hogy olvasson? A délután én, mint felnőtt, nem ülök neki, hogy elolvassak egy verset. És annak megfog engem egy-két mondatot. És azt a gyereknek elmondja, hogy néz kicsit szépen, olvastál egy verset. Milyen jó kifejezi József Attila. Mit tudom én, Petőfi Sándor szeptember vége. Milyen szépen mondja a szeretetet. A természetet, hasonló. Kicsit ugye nagyból tanul, azt gondolom, mi felnőttek kellene magunk számára is egy tanévkezdést tartani. Mikor olvastam utoljára egy könyvet? Mikor hallgattam meg utoljára egy tudományos cikket? Annyi érdekes, csodálatos dolog van, a mélyecskén, vagy az égelvényi nagy fekete lyukról, meg bármi, rengeteg dolog van, amit beírsz a keresőre a YouTube-ba, és hallod. És azt gondolom, a gyermeket, ha látja azt, hogy délután ledöntél, de bekapcsoltál egy ilyen tudományos kérdésre szóló kis filmecskét, és hallod, ülsz a fürdőkádban, hallja ki, hogy te mit hallgatsz, mellett, vagy valami egyet, okos. Kicsit ugye a hagytoltam. Én azt gondolom, hogy 2019. szeptember, ugye 8-a, hát a tanulás, a közös tanév kezdetét kellene jelentsen. És nem csak sajnálattal nézünk a gyerekekre, nekik kezdetét, hanem mindannyian. Szeptember 8-a Mária ünnep. Vajon a szüzanya tanulni? A történészek egyetértenek abban, hogy a Magnifikát az valószínű tényleg szüzanya személyes vers költeménye. És hogyha beírod a Magnifikát sorait a Szentírás keresőjében, kiderül, hogy szinte mindegyik egy mondat egy-egy ószövetségi könyvből volt. Tehát a szüzanyán ezt nem azt mondta, hogy bármilyen kaptuk a szüzanyán, hanem az, hogy mennyire kellett ismerje az ószövetséget, hogy ilyen szinten, innen, onnan, alázattal, szeretettel ezt ő össze tudta rakni. Tehát azt jelenti, hogy hiába 16-17 éves lányzó volt, ismerje a Szentírást. Tudod idézni benne. Most kérdés az, hogy vajon én hány szentírás idézetet tudok elmondani. Szent Ferenc nagyon sokszor azt mondják, olyan egyszerű volt, olyan
műveletlennek hasonló. Hordásai megemlíti, hogy a 150 zsoltár kívülről tudta. Nem kis dolog, nem? Én tudnék egy idézetet mondani a zsoltárok közül. Egy só, egy gondolat. Én azt hiszem, hogy ha azt akarjuk, hogy a gyermekeink haladjanak, tanuljanak, akkor nem csak a pedagógusokkal, a találókkal kell csapatba játszani, együtt, közösen, egy kapura, hanem én magam is meg kell álljak a pályára. Ne a kis padról kiabáljak, tanulj fiam, mert ököl lesz, hanem belőle. Hanem én magam járjak elő jó példában, formáljak, alakítsak. És itt azt mondom, a szakmai kérdésekről is lehet beszélni. Igen, a saját szakmában képzelem magam, akár könyvelő, könyvműves, szobafestő. Hihetetlen szép filmek vannak, különféle szakmában, asztalos szakmában, elkezdve bármilyen. Annyi ötletet lehet most nyerni. Domokos Kázmér Kárai János mondta, hogy ők Székelyföldről elmentek Nagyszombatra, mert csak ott lehetett tanulni. Döbbenetes, mennyit kellett gyalogolni, hát abban az időben biztos, hogy nem busszal mentek. És ezek a fiatalok elmentek, mert akartak tanulni. Most kiülsz a nappaliba, főzöl magadnak egy kávét, és beírod a YouTube-ra bármilyen kérdés, hogy nézettel akarsz foglalkozni. Miért? Annyi film van, én holnapig nem tudom megnézni. Jobbnál jobb. Minál legjobb szakemberei szólnak hozzá. Én tanuljunk. Legyen egy éjség bennünk a tanulásokat. Sok mindent lehet tanulni. Tiva Dar, aki vezeti ezt az együttest, a Roll együttest, nekem évfolyam társam Csíkszeredában. Úgy döntött, hogy zeneiskolában. Beiratkozott, tanultuk gitározni, fekedülni, hangszerrel játszani. Aztán mikor kikerült, úgy gondolom, hogy csinálom egy együttest. Már 30 éve zene. És mindig van egy ügyes fiatal lány, fiú, aki azt mondja, én vagyok, nekem is itt a helyen. És akkor leülnek, és Adi, József Vár, első, próbál megzenésre. Tegnap hallottátok biztos a koncertet, sokféle zenét. Ezt tanulták. Bonaventura, egy gyímes hidegségbe, egy elmúlt kis falu, minisztrált szépen, aztán fágytálak arra, hogy ne csak közben felolvasson néhány szentírási részt, szentmisé, hanem többet tanuljon, többet tanuljon. És jelentkezett, és elment teológiára. Hosszú évekig patkolták, és most itt áll eljön gyímesből ide. Hozzá ő is csámol, csak bukorikai csámol, meg gyímesi csámol. És hirdet ez Isten igényét, nem? Tanulás nélkül ez ment volna. Akármilyen okosnak születik bárki, nem jön össze ez. Vagy mondják, hogy milyen gyengén lehet keresni, most beszéltem a orvossal, ma itt Romániában 3000 euró, mi lehetsz haza, mindenhol a tisztán, hivatalos. És ezen kívül még a zsebben is kapnak. Miért? Hát azért, mert szépen leérettségizett, utána elvégezte az orvos, utána is tovább, és minden jóba, jó orvos, jó kőműves, jó asztalos, az haláláig tanul mindent. Képzi magát, és olyan műtéteket tud elvégezni, hát amiért ennyit. Igen.
nem megy iskolába. Az apukája is, az anyukája is, a lakosság mindent, ami a tanár. Hát olyan botrány, hogy borzasztó. De Bence, ő kitart. És aztán beírták magánoktatásra, valahol 12 osztály elvégzett. De ő minden időben fotózással foglalt, és nem csak azzal, azzal kapcsolatos minden könyvet elolvasni. Képesztem. És ma ő a világ legnagyobb természetfotós. Neki van a legnagyobb díja, elismerés, kitüntetés. Tehát úgy tartsák, hogy természetfotós körökben number one, az első, Matti Bence, aki 8 osztályt végzett. Miért? Mert ő úgy gondolta, hogy sajátos irányba akarja képezni. De nem csak az értelmedet képezhet, a testet is. Testetet is sok minden megtaníthatsz. Most találkoztam Varnyas Lászlóval, ő egész Erdély leghíresebb hokistája. Hát csíkbogyó. Mindenki hokizik, hát én is ott nőttem fel, ha ő egy bálványok volt, lányok. És elhívtam egy ilyen személyiségnek, hogy erről hol lett ő ilyen nagyhokist. És ott mindenki előtt a Csíksonyon elmondta, hát bizony úgy történt, hogy ő beiratkozott hoki edzésre, és oda raktál a kiskorba, mert nem volt olyan jó, mint a többi, hanem cserejátékosnak, hogy majd valaki lesállt, akkor beengedünk téged is. És hát ez nagyon szabad. Hát azt mondja, amíg azt tud, azt én is meg kell tudjam tanulni. Mert nem igaz az, hogy valaki erősnek születik, valaki okosnak születik. Sokat dolgozik rajta, sok fekvőtáposzt csinál, sokat szalad, és erős lesz. És azt mondja, neki áll, és az elején 5 kilométer futott reggel az iskoláig, kiszámolta, hogy lesz, és utána 10-en. Minden áldott reggel. Fel kell, sokkal korábban, felöltözött, és ő bizony leszaladt a 10 kilométer az iskolába, iskola előtt, és hát, hogy mondjam, most akkor a lett, mint egy nagyszerű, hatalmas, erős. És bizony végpályán, amikor valaki elindul egy nagy testtel, izmosan, erősen, hát az bizony egy budicsekű nagyon sokan. És nem csak erős, hanem fülge, ügyes, tartalmas, minden edzést komolyan vett, minden. És ő volt Románia, utána Magyarország legnagyobb gólkirály hokiban. Hát olyan, mint Ronaldo, vagy hogy mondjam, a focinak. Miért? Mert küzdünk. Puskás Laci, ugye minden idő, mint legnagyobb magyar focistár, nem magyar, a világ legnagyobb focistár. Ő lőtt a legtöbb gól válogatott meccseken. És leírja az életrajzot, hogy bizony azt csináltuk, feszült. Kalóba, kert végében, és állatta a sapkája. És akkor elment 10 méterre, és azt nézte, 10-ből 10-szer nem elérte a sapkát. Eltalálja a sapkát. És ha eltalált, akkor 5 méterre még látott. Na, 15 méterre. Halott. És addig rúgta a labdát, hogy a cipője megtelt vérrel leöntek a körmei. De nem rúgta. És elérte azt, hogy igenis, 11-esből rajzolt a kapuba, akárhova egy keresztet létába, és az 10-ből 10-szer odakutatott. Hát így lett volna. Nem így született. Azzá vált, mert tanult. Tehát szellemed, fizikai képességed, de lelki értékeidet is, ugye azt mondja, elérni, amiket meg kell tanulni. Igazolva. Legtöbb gyerek úgy szeretnék is fülleteni azon, meg lehet ezt is tanulni. Hát nem tudom, sikerült-e meggyőzni. Vágytuk-e arra iskolát kezdünk? Mikor vonultunk be, minisztrásokra megkérdezte, akkor ő rendetek-e kezdjét a tanév? Hát azt mondták. Most remélem, a prédikáció után mindenki úgy érzi, hogy milyen jó, hogy itt van az új tanév. Na hát, aki úgy érzi, jó, hogy itt van az új tanév, az álljon fel, a többieknek még legalább egy órát prédikálni. Na, lehet a félelemtől, nagyon is fel áll. Na,
kedves legyen a mindenható Atya Istene. Testre és vére legyen.
ő mindjártunként áldotta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Azt mondottad apostolok.
Békességet adok rátok, az én békémet adok nektek. Ne védkeinkkel nézett, hanem egyházok hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mint örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedben. Köszöntsétek egymást a szeretet jelével. Thank you.
tanároknak, pedagógusoknak erőt és áldást a fáradtságos munkájukhoz. Mindezért imádkozunk is együtt. Jövő szombaton, szeptember 14-én délután 2 órakor motorosok lepik el Dévát. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a Szent Ferenc Alapítványhoz. Jóistennek legyen hála, hogy a Szent Ferenc Alapítvány gyermekeivel együtt és a városi gyermekekkel együtt nyithattuk meg és a tanárokkal együtt, az igazgatórakkal, pedagógusokkal együtt nyithattuk meg a 2019-2020-as évet. Ugyanakkor Csaba testvér, neked testvéri szeretetemmel köszönöm, hogy elvállaltad a mai örömhír hirdetését, és én bízom benne, hogy mindannyian lendületet kaptunk ahhoz, hogy megérjük tanulni. Olyan példákat hoztál, állítottál elénk, hogy érdemes mindent magba venni, elő az iskolatáskával és egy nagy hajrán. Hát én is csak ezt tudom mondani, jó Isten fizessen érdeket. Amint már az este is megköszöntük, és most is megtesszük a Rócsikszeredai zenekarnak, és nem csak, hogy a tanévnyitó koncertet tartotta, hanem egyben jubileumi ünnepségünk megnyitója is volt. És most a Szent Misén, amilyen énekeket énekeltek, és amilyeneket fognak még énekelni, Szentmise áldása után is, Kályi Jánosnak, Ferencnek, szerzetes atyának köszönhető. Nagyon röviden csak pionhéjban, Kályi Jánostól, 390 éve született ferences, szerzetes, énekszerző, fordító, orgonaépítő, többféle hangszeren játszott, herbáriummal is foglalkozott, ugyanakkor építészként is ismerik, és a 17. századi erdélyi zenetörténet egyik legfontosabb és legértékesebb dokumentumának névadója, emellett nyomdász és könyvkiadó, botanikus, orgonista, orgonaépítő, és minél jobban elmerülünk az életrajzában, annál több minden terül ki, hogy mivel is foglalkozott még. Jókkal elmondhatjuk, hogy politikus volt a maga korában. A maga korában nagy újító lehetett, amire rátette a kezét, az nagyon alaposan és igényesen művelte. A romos épületekből újabb varázsok, a kolostorokot, ahol megfordult, rendbe hozta, sokféle tevékenységet folytatott tehát, ahol ő megjelent, mindenhol valami jó történt. És ez is volt is előszerű, hogy ebben a szentmisében Kályi János által szerzett dalok csendülhettek fel Jóisten dicsőségére és a mi boldogságunkra, hisz mi is, ahogy együtt dicsőítettük a Jóisten, bizom benne, hogy ebben a tanévben mi is, aminek nekiváltunk, belekezdtünk, abból valami jó fog kijönni, jó fog történni. Csíksomlyon visszatérve tőle, 1675-ben megalapította a Székelyföld első mondáját, ahol elsőnek 1676-ban Canzonale Catholicum címmel kiadta katolikus énekeskönyvét, amely több kiadást is megért. És a Kályi sajtón 2 évszázadon át több könyveket, imakönyveket, énekeskönyveket nyomtatta, és énekünk munkásságának eredménye az 1634 és 1671 között keletkezett, róla elnevezett világhírű Kályi Bódesz kéziratban fennmaradt dalgyűjtemény, amely egyházi művek mellett világi énekeket is megörökítette. Hát a Jóisten fizesse meg neked Tivadar, Emesel, Zsuzsa, Mennyhá és Edina, hogy eljöttetek, és rendi testvérünknek a szövegeit megzenésítve elénk tártátok, és rátekinthetünk, hisz ebben az évben, ahogy a Csaba testvérem is említette, egészen 2020-ig 2 éves feltétlést rávaló emlékezés van. Nem csak Székelyföldön, hanem világszerte emlékezzünk bőle. Én a Jóistennek hálát adok, hogy együtt ünnepelhetünk, együtt nyithattuk meg templom jubileumának ünnepségét és az új tanévet. Bízom benne, hogy mindannyiunk örömére és lelkünk üdvére fog válni. Majd a Szent Misé áldása után, miután a kedves testvérek mennek ki a templomból, a ROL zenekar különböző CD-t megvásárolhatják, és Csaba testvér gondolataiból is ilyen.
hogy én, nekem nagyon tetszik, 2015-ben adták ki a Pilár Lóballadát, Nagyhagymás lábánál forgatták, tehát mindenképp érdemes ezeket a megörökített dallamokat, dallamvilágokat magunkkal vinni, hogy a hétköznapokban ez is adjon erőt, új lendületet. Hát adja Isten, hogy így legyen. A szentmise áldása után, miközben a ROL zenekar zenei szolgálatot teljesít továbbra is, kérem szépen a gyermekeket és a pedagógusokat, hogy kettes sorba, ahogyan áldozáshoz szoktunk járulni, úgy jöjjenek előre, mert fogunk egy kis szimbolikus ajándékot adni. És az a szimbolikus ajándék, nem tudom, valaki emlékszik, hogy ezelőtt egy évvel mit is adtunk volna. Ott a szövetüket hallok, ezt teljesen jól mondják. Pontosan ezelőtt egy esztendővel Firenc ceruzákat kaptunk, és megegyeztünk abba, hogy mindenki kiki a tehetségével, egyéniségével, legyen az kék szín, legyen a sárga szín, legyen sötétebb, világosabb, egy-egy szint tudunk egymás életébe, és az a ilyen egy nagyon szép dolgot kihozni. Hát az idén, hogy egy kicsit tovább lépjünk, minden gyermek és minden pedagógus, hogyha már van ceruzátok, akkor legyen módeszetek is, mindenki kap egy kis jegyzetfizetet, hogy gondolatokat, rajzaitokat meg tudják örökíteni. Most még az áldás előtt át is adom a szót. A Magyar Kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma immár 3 éve adományoz szolgálati emlékérmet azoknak a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak, akik pályájuk során bárhol a Kárpát-medencében magyar gyermekeket oktattak, neveltek. Itt Hunyad megyében nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy ezeket az emlékérmeket, amelyeket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szokott igényelni, illetve kiosztani, átadhassam két nagyon kedves kollégámnak, akiket az elmúlt 25 évben volt szerencsém ismerni, és volt szerencsém velük együtt dolgozni. Megtanították nekem azt, hogy a kitartás és a forgalom az mindig meghozza a maga gyümölcsét. Nagy-nagy szeretettel nyújtom át a szolgálati emlékérmet Szabó Ildikó tanítónő kolléganőmnek, aki számos és Sárfák Csaba tanár kollégának, és adja meg neki.